Elcsesztem lehet, de vettem egy új autót. Egy tiszta, csendes, fiatal, például Teslát? Dehogy! Semmi bajom nincs velük, de én szeretek csavarozni, érezni a kipufogó füstöt, hallani a motor morgását, mert ezekből érzem, hogy élek, és él a gép, ami alattam van. Ezért vettem egy öreg, büdös, de nagyon szerethető és lassan klasszikussá váló 41 éves Mercedes-t. Hallottam már ilyen mondást a magyarországi mercisek körében, hogy ha jó 123-ast akarsz venni, az külföldről kell. Na de rögtön 10.000 kilométerről! Elsőre is látszik, hogy nincs izzítás. Hidegen baromi nehezen indul, és egy dízelautónak az izzítás az kulcsfontosságú. Ehhez hadd szemléltessem, hogyan működik a dízelmotor. Ez lesz mondjuk a henger. Ő lesz a dugattyú. A dízelmotor hengerében a dugattyú halad föl-le. Tiszta levegőt szív be, a tiszta levegő felmelegszik, és ebbe a forró levegőbe fecskendezik bele a gázolajat. És ezáltal jön létre a robbanás. Viszont, hogy a teljesen hideg motor el tudjon indulni, a hengerben lévő levegő fel kell melegíteni. Mivel tudjuk felmelegíteni? Az izzítógyertyával. Indul, főleg kis fordulaton, nagyon rázza a kasznit, úgyhogy a motortartó bakok biztos, hogy kukák. Nem vált szépen. Most váltott el. Lehet, hogy vákum probléma lesz, itt még annak idején a 70-es, 80-as években mindent vákummal vezérelt a Mercedes, a váltást is az automata váltónál, de az is lehet, hogy csak váltóolaj probléma, ez is ki fog derülni. És a teljes bal oldala le van bénulva. Nincs balra index, nem működik a bal oldali fényszóró. Hát ezt is meg kell nézni. Érzem, hogy valami üt itt alattam, középen. Valószínű a kardárnak van ilyen gumi harditárcsája. Na azok biztos, hogy kuka, de az is lehet, hogy a kardár tartó csapágy is szemét. Ez mindegyiken tönkre megy, úgyhogy ez nem olyan nagy dolog. Nem megy rosszul, de azért a turbót én megnézném. A turbóra van egy ilyen nagy kifli, egy ilyen nagy átmérőjű cső. Az szinte mindig el van repedve. Viszont rozsdamentes, mivel Kaliforniából jött. Ennek a típusnak ugyanis a legnagyobb ellensége vagy betegsége a rozsda. A küszöbök, első sárvédők, hátsó sárvédő ívek, taposó lenzek alul, tehát mintha Freddy Béni ki tudod dugni a lábad. Szerencsére ezen semmi nincs. 82-es évjárat, megvan az eredeti szervizkönyve, a kezelési útmutatója, gyárilag alufeln is, egy egész jól extrázott darab, ugyanis klíma, 4 elektromos ablak, bőrülé... MB-tex, az ilyen majdnem bőr. Nézd ki van ott. Ki költözött be az autóba? Gyere, kiengedlek. Gyere, tesó. Pillangó, tarka szárnyú pillangó. Ez a kocsi még abban az időszakban készült, amikor a Mercedes az örökké valóságnak akart autót gyártani. Nem is létezett ilyen fogalom, hogy tervezett elavulás, meg ilyen baromságok. Az volt a lényeg, hogy az autójuk 40 év múlva is menjen. És nézd meg! Oké, kisebb hibákkal, de itt van, itt áll, működik. Mesélje már el nekem valaki, hogy a manapság kapható, elektronikákkal, kompjúterekkel telezsúfolt, persze nagyon drágán megvehető műanyag csodák
Hol lesznek 40 év múlva? Ő azért különleges, mert egy turbodízel. Turbodízelt, ha minden igaz, Európában nem is gyártottak. Ezeket csak Amerikába szállították, nyilván ugye az extrák miatt is. Ez az az autó, ami jól karbantartva el tud menni akár 1 millió kilométer is. Láttam olyan darabot, amiben 2,4 millió kilométer volt. Ezek a dízelmotorok elpusztíthatatlanok. Szinte csemperagasztóval is használhatod külföldön. A perverzek tankolják mindennel. Láttam már olyat, hogy használt motorolajat töltenek bele. Amerikában teljesen bevált szokás az úgynevezett veggie használat, ami annyit jelent, hogy 80% étolajat, vagy hát ilyen növényi olajat, és csak 20% rendes gázolajat tesznek üzemanyagként a tankba. Itt a nemzeti autó is már hivatal! Ja, én nem! Maga a típus, mint 123-as, egy nagyon jól szerelhető, és szerintem szerethető modell is, ugyanis még mindig vannak hozzá alkatrészek, szinte meg tudsz hozzá kapni mindent, nem is túl drágán. Ez a sorozat nem arról fog szólni, hogyan, miképpen és meddig szabad töltenünk elektromos autókat, hanem a régi módi, öreg autó feltámasztós, garázsban és utcán kezet összeolajozós és szerelgetős cucc lesz. Hát erre szokta anyukám mondani, hogy a munka nem nevel szép testet. Amióta vízszintesen áll, egy baromi nagy olajfolt van az alján. Lukon vagyok, tesó. Na, így megy tönkre a kezem. Ahogy kit építésénél, itt is egyedül. Illetve veletek, hogyha jöttök kattintani. Jobb egyedül, mint magadban. Keressük meg a rejtélyes és nagyon sok hibáját. Próbáljuk megoldani őket, tegyük őt újra széppé, és ha sikerül, talán jussunk el egy OT-vizsgáig. Ez figyel! Nem tudom lehúzni az ablakot, mert nem működik. Nézd, figyelj! Ha? Állj már le, more! Az adagolós topgombjával megfojtod. Látod? Már is nem egy hétköznapi autó, nem hogy kártyával tudod leállítani, még kulcssal se! Nincs izzítás, ezzel kezdünk, ez a legfontosabb. Aztán az jön, hogy miért van lebénulva a bal oldala, mert sem az elektromos ablakemelők nem mennek, sem a baloldali fényszóró nem működik, sem indexem nincsen balra, nem történik semmi. Viszont megy a fűtőmotor, működik a jobbos ablak, és ami nagyon ritka ezeknél, elektromos tetőablak van a gépben, és képzeld el, még az is megy. És egész gyorsan működik. Ide figyeljetek, mókuskáim! Azért indul nehezen, azért nincs izzítás, meg azért van lebénulva a bal oldala, mert ezt a kocsit nem a rozsda ette, hanem egy egér, vagy mókus. Nézd! Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Szét van rágva, ablakmosócső. Szét van rágva. Ez? Ott az indexkábel. Azt is szétrágta a rohadék. Ez is. Amint azt a madzagokon láthattuk, rágcsáló költözött az autóba, minden kábel szét van rágva. Azt én nem tudom, hogy hova tette a magyarót, de valahol kell lenni maguknak, meg magyarónak, azt még meg fogom találni. Azon csodálkozom, hogy nem találok is sehol egy kiló magyaró héjat, vagy valami mag... Haj, ne, figyelj, ez nem az, de... Ez originál amerikai fa. Az összes kábelt szétrágta. Csodálod, ha nincs izzítás, meg le van bénulva a bal oldala, amikor az izzítor eléről lejövő összes madzag darabokban, meg hiányzik belőle. Ez gyakorlatilag nem csak, hogy megette, nem ér össze. Kievett belőle darabokat. Mivel táplálkozott ez a rohadék? Kábel gyártás, kábel javítás következik, ami önmagában nem egy Nobel-díjas munka, de ezt is meg kell csinálni valakinek. Már nem vagyok benne biztos, de reménykedem, hogy ez a kábel dolog megoldja a problémáimat. De hát induljunk ki mindig a legegyszerűbb és legkézenfekvő problémából, aztán haladjunk a bonyolultabb felé. Disekedtem, hogy van szervizkönyve, de az se akármilyen ám. Mert Alvin és a mókusok ezen is hagytak ám nyomot. Há? Eladó, 41 éves klasszikus, kisebb használati fognyomokkal.
Nézd meg, pedig még az adatkártyája is megvan. Viszont amit még nem említettem, nyilván nem csak technikailag akarom rendbe rakni az autót, tehát ne csak szerkezetileg működjön, ne csak az egyenetlen járása legyen megjavítva, hanem esztétikailag is szeretném, hogyha jól nézne ki, szép gyári festésű felnik, jó gumik, diszlecek szépek legyenek, valamelyik csavarozva van. Úgyhogy a szerkezeti meg a szerelgetős javítások között, ha van idő, vagy éppen az az alkatrész esik útba, akkor nyilván a szépségén is szeretnék kozmetikailag, esztétikailag javítani. Nem tudom, hogy lehetne ezt jól megfogalmazni. A nézését, a meg a járását. Na, ez az. Meg szerencse, hogy megvan mindegyik vége. Egyik vég, másik vég, csak egy darabokban. Új kábelköteg. Hello! Ez a cucc kész. Csináltam lámpát, vagyis működik az index, működik a helyzetjelző. Hát, most ugrik a majom a vízbe. Ami kábel volt, amit szétrágott ez a mocsadék, azt én mindent összeraktam. Korrektül össze van illesztve, egy hosszúságra, zsugorcsővel. Úgy néz ki, mint a gyári lenne. Lássuk. Kattant! Kint is! Van izzítás! Az, hogy a kulcs elfordítása után kattanás hallható, az már fél siker. Ami annyit jelent, hogy az izzító relé működik, sikerült megjavítani a kábeleit, viszont ugyanebben az időpontban kulcs elfordításkor nem villan fel a sárga izzítást visszajelző lámpa, ami arra enged következtetni, hogy egy, de inkább több izzító gyertya nem működik. Ahhoz, hogy ezt megtudjam, újra a fali professzorhoz kell fordulnom, és kimérni a gyertyákat. Jöjjön, doktor úr! Ezt a fekete dobozt kifaggatva fogjuk megtudni, hogy melyik izzító gyertya a rossz. A relé fedelét lepattintva kettő darab stekkert látunk, ezt, a nagyobbikat szépen lehúzzuk, és itt feltárul az igazság, ugyanis ezek a hengerek. Meg is van számozva, nem tudom, látszik-e, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, ugye ez egy 5-hengeres turbodízel. Mindegyik stekker egy izzítógyertyát jelöl. A multiméter negatívjára adunk egy autótestet, a pozitív végét pedig beledugzzuk ide, a megszámozott stekkerekbe, és ellenállást mérünk. Ahol van ellenállás, ott jó az izzítógyertya, ahol nulla, az a gyertya rossz. Azt mondja, hogy 1-es henger. Itt van ellenállás, ez jó. 2-es. Semmi, 2-es rossz. 3-as. Na, itt is van. 1-es, 3-as már jó. 4-es. 4-es semmi. 5-ös. 5-ös semmi. Az 5-ből 2 izzító gyertya jó, tehát 3-at kell venni, de jó. Hát, erre lelkiekben is rá kell készülni. Meg persze át is kell öltöznöm. Először 8-as anyák. Azokat kell leszedni minden izzítógyertyánál, az fogja az elektromos kábelezést. A 8-as anya még csak-csak, viszont pici a hely, ugye itt adagoló van, olajszűrő ház van, stb. Miután leszedtem a kábelcsatlakozást, 12-es kulccsal kell magát az izzítógyertyát kiszedni. Hogy mennyire vannak beszorulva, mennyire fog könnyen kijönni, hát... Tudod, mikor fog kiderülni? Ha legközelebb látok! Bezony! A következő részben. Egy Mercedesnél a legnagyobb szarvas hiba, ha nincs az orrán csillag. Ez itt rendben van. Szerintem ez még gyári is, úgyhogy tökéletes. A második probléma, ha a motorháztető nyitó helyett egy ilyen idióta, hajlidgatott drót van. Ezt nem szeretjük. Ezt egy műanyag fülecskének kéne lenni, ami kiugrik, amikor meghúzom bent a kart. Biztos van majd 1000 forint is, úgyhogy irány a kedvenc Merci volt. A polcon. Kettő darabot! Na lá, hogy megvettem az összeset! Itt a réginek a maradványa. Na. Jöhet a próbanyitás. Ha itt meghúzom a kart, és ott kiugrik a pici műanyag fül, az új, akkor mindent jól csináltam.
Kibújás, emelés. Yeah! Nincs madzag. Tiszta gyári. A nagyok is így csinálják ám a restaurálások során. Kicsi lépésenként haladnak előre. Kis lépés az embernek, nagy lépés a mercinek.